Sziasztok! Jó reggelt! Holnap lesz nálunk a nagy éves Halloween party, amiről tavaly is készítettem vlogot, és nagyon szerettétek, úgyhogy idén is meginvitálok titeket, és ezen a videón keresztül tartsatok velem idén is. Meghívtam egy pár barátunkat, igazából 6 barátunkat hívtam meg idén, mind a 6-an egy párt alkotnak, úristen, nem az urban, szóval 3 párt, és beöltözős partit tartunk, úgyhogy ma péntek van, és már most el kell kezdenem készülődni, hogy ütőképes, ütős kis partit tudjak holnap rittyenteni. Legurítom ezt a kávét, és összeírom a to-do listámat erre a 2 napra. Kicsit már neki is kezdtem egyébként reggel takarítani, amennyire tudtam. És akkor ki kell takarítanom, sütikkel, amikkel készülök, temető, tiramisu, sütőtökös pite és fahéjas csiga, minden évben klasszikus, csak a tiramisut szoktam brownie-ra cserélni, vagy fordítva. Tököt faragunk, jacuzzit kell egy kicsit még kitakarítanom, ami abból fog állni, hogy beleteszem a tisztítószert. De kell vásárolnom, ki kell dekorálnom, és a Monster Punch holnap fog elkészülni, illetve itt a bevásárló listám is. És ezen a ponton szeretném a Mastercardnak nagyon megköszönni, hogy támogatták a mai videómat. Nagyon örültem a megkeresésnek, és nem csak azért, mert óriási megtiszteltetés a Mastercardnak dolgozni, hanem azért is, mert úgy érzem, hogy nagyon hitelesen tudok megszólalni a témában. Ugyanis azóta van bankkártyám, hogy elkezdtem egyetemre járni 2015-ben, azaz 6 éve, és 6 éve Mastercard kártyám van. Én azóta csak azt használom, soha nem fizetek készpénzzel. Én sokkal biztonságosabbnak érzem azt, hogy a kártya nálam van, sokkal egyszerűbb, és az életem az, hogy amióta mobilommal is tudok fizetni, csak és kizárólag egy mobiltelefonnal mászkálok, én nem szeretek táskát vinni magammal, sokkal egyszerűbb. Nem csak hogy kényelmesebb, de természetesen biztonságosabb is, és nekem, aki bika vagyok, kényelem és biztonság az első szempont mindig, úgyhogy tényleg én annyira rákaptam, hogy azt se tudom, hogy melyik készpénz milyen színű. Az évek alatt megváltozott a színük, és még mindig felfoghatatlan, hogy az 5000-es sárga, na mindegy, ez most nem tartozik ide. Lecsippantom, azonnal megjelenik az applikációban az összeg, nyomon tudom követni, hogy mennyi pénzt költöttem ételre, számlákra, szórakozásra, nem kell erre külön applikáció, úgyhogy ezt is nagyon szeretem, illetve amit én személyesen imádtam, az az, hogy nem kellett az egyik nyaralásunk előtt sem menni a valutásba valutát váltani, hanem a kártyámmal tudtam külföldön fizetni, Spanyolországban is, Görögországban is, illetve Berlinben is, ahol idén voltam. Én nagyon sok dolgot automatikus utalásra állítottam, többek között a lakbérünket, az összes csekket, számlát, amit lehetett postára, így nagyon ritkán járok, de ha mégis kell, akkor egy csippantás. Ezer meg egy dologra jó, úgyhogy nagyon szeretném megköszönni nekik, hogy léteznek elsősorban, mert nagyon hasznos, és hogy támogatták a mai videómat. Na, induljunk bevásárolni, és csippantsuk le a telefonom együtt. Van miből választani. Oh, de cute. Megvan. Oh. Sziasztok! Na, itthon vagyok, akkor most elkezdjük kipipálgatni a dolgokat a listámról, és megsütjük a sütőtökös pitét. Nagyon gyönyörűen elkészült a sütőtökös pite, még egy picit hűl, és utána rá fogom tenni a krémet is, ez egy ilyen fahéjas narancsos krém. Teljes recept az Instámon, és a maradékból csináltam picike muffinokat. Közben pedig bekevertem a tiramisuhoz a krémet, lefőztem a kávét, tetemes mennyiséget, és azért nyakon csapkodom egy kis sós karamellás bélisszel, hogy ütőképes legyen. Na, itt van készen a tiramisu, Ati nagyon örül neki, neki ez a kedvence. Az egyik, az a közönöket csinálsz, az egyik csodálatot. És majd holnap lesz ebből temető tiramisu. Ma még csak összeállós tiramisu. Na és akkor mutatom a holnapi jelmezünket, amit már most fel fogunk venni. Anyámékra ráhozzuk a frászt, mutatom. Ó, oh, az Isten, még én is megijedtem tőle. Na, ez ilyen sebb csináló, mert fejbe leszek lőve.
Spoiler alert! Ezek mennek majd a Monster Punch-ba. És hát a jelmez. Megkötökszom kesztyűnek is, jó? Ez ilyen. Nem annyira látjátok. Ez rossz már. Most elkészültem a sütik. És akkor, amíg otthon készülnek a fincsi kaják, addig mi a Mekiben fogunk vacsorázni, mert főzni nem volt időm. Denverrel. Csináld már nagyobb elkéréssel. Ez jó volt. Úgyhogy meglepjük a Mekiseket. Nagyon visszas izé vagy, hogy ez még a íze is ott van. Annyira rossz vagyok, mert a szívem, mint a rosszba sántikálni. Ja. Szeretnék kéne egy extra cheese-it. Miért vagy ilyen flagma? Mi bajod van? Bátyával szeretném. Mosolyog. 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 Köszi szépen. You best vibe check! Na, megnéztük a nyerőpárost, és most mielőtt lefekszek, még egy dolgot ki szeretnék pipálni a listámról, az pedig a kitakarítás, amennyire még lesz időm, nem akarom Matit zavarni, ha már alszik. Situation still undecided. None of us knows what we wanted to. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. We can stay. Mára ennyi, elfáradtam, holnap folytatom. Jó reggelt! Nézzétek, milyen szép időnk van. Leteszteltem a muffint, és nem gyengén zseni. Felteszek egy arcmaszkot, ezt a fahéjasat még a Sephora-ban vettem Berlinben. Na, befejeztem a takarítást, nem akartalak untatni titeket tovább a takarítós montázsaimmal, még fel fogok mosni, és aztán kipipáljuk a listáról, és jött a többi dolog. Végre a dekorálás! Na, fel is száradt. Na, begyúrtam a fahéjas csigát, és ameddig az meg kell, addig dekoráljunk ki. Igazából ezek a tavalyiak, a kis, hát nem is tavalyiak, ezek ezer évesek. Kis pepkós szellemek, tökök, pókháló, pókok, hát ez egyértelmű. Let's have a party! Szalvéta! Ebből lehet venni cukrot, nem golyót, nyalókát, vannak ilyen kis, nem tudom mi az, kis chips. Természetesen fogjuk ma égetni a pumpkin spice láttét, de ezen kívül elővettem még egy fekete gyertyát, ami egy nagyon nagy kedvencem, szintén Bath & Body Works-ös Sugar Pecan Pie. Mindig ugye itt szokott lenni az ételkínálat, hogyha tartunk valami kis bulit, úgyhogy most is ide ki fogom pakolni, és ez lesz a leghalloween-esebb kis középpontja a lakásnak. Na, megszenvedtem vele, de fent van, és szerintem tök jól néz ki. Wow, oda nézzetek! Kis denevérek és tökök üdülnek a sütőtökös pite tetején.
pillanatnyilag így állunk, még egy kis szellemes konfettivel fogom megdobni az egészet. Oké, ezzel is megvagyunk. Időközben begyúrtam a fahéjas csiga tésztáját, úgyhogy most kinyújtom és betöltöm. És fahéjas csiga is a sütőben. Utolsó simítások, teszek még be egy kis illatosítót. Ez most nem a megfelelő szappan, ő lesz a tuti. Nagyon kis szép. Ezt a dizájnt találtam Pinteresten, most ezt fogom megcsinálni. Na, ilyen lett a sebem. Nairobi vagyok, of course special effects, sminkes nem leszek, de ebből a sebből, na várjál, figyelj, még vér is fog folyni. Itt van a párom Denver, szabadon értelmeztük a sorozatot. Ő a pasim. Na, kikerül a fahéjas csiga is. És kész. Így néz ki a tök, picit bénzsó, meg van rémülve az összes jó jelmeztől. Na itt közben megalakult a Drink Station, a kis italozó pont, és ebbe pedig szőlőszörp lesz. Ilyen kis guszta szörpi. Na kitaláltam egy még jobbat. Nem az üdítőbe fogom ezeket rakni, hanem ide. Very mérgező. Na, így milyen? Tudjátok azt a jelentet, hogy... Na, Méz is beöltözött. Baba. Nézzétek. Jaj, baba. Nézd csak, mi van az ő ruháján? Szellem. Mi van még rajta, nem látom. Egy seprű és egy tesztek süveg. Hi, ez itt az éves pénzrabló halloweeni buli. Hála Istennek nálunk most még mind élünk. Én, Nairobi is. Itt az italos. Ezt ne nézzétek. Nehogy az ablakon benézzen valaki és meglássa, hogy én vagyok az Nairobi. Ezt mind a lopott pénzen vettük. És nézzük a tévébe a kedvenc műsorunkat. Itt a Casa de kutya. Szagod meg a bácsi. Kirabolta az összes bankot. Ja. Szagozzarús. Az első vették. Nyugtál meg! És egy pár nappal később van, most fejeztem be a videónak a vágását, és rájöttem, hogy elfelejtettem tőletek elköszönni, rejtély, nem is értem, hogy fordultott elő, lehet azért, mert 3:30-ig fent voltam, úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy milyen jól sikerült a buli, az én nyanya testem 3:30-ig kibírta, yes! A legjobb halloweeni bulink volt ever, úgyhogy úgy örülök, hogy megörökítettem, és egy kicsit ti is itt tudtatok lenni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, és köszönöm még egyszer nagyon szépen a Mastercardnak, hogy szponzorálta a videómat. Találkozunk a következőben. Sziasztok!